Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Ma egy sporti szállításunkban összefoglalót láthatnak a Bicska Pátka U16 évesek bajnoki labdarúgó mérkőzéséről. A vendégcsapat első helyen áll 100%-os teljesítménnyel. A bicskei csapat jelenleg a negyedik helyet foglalja el a 11 csapatos megyei bajnokságban. A két csapat összeállítása. A vendégegyüttes Budai Bence, Kósa István, Simon Ádám, Bogdán Rihárd, Ács Olivér, Tófalvi Ádám, Lakatos Márk, Lakatos Martin, Németh Zsolt, Varga Milán és Menyhár Kornél Levente volt a kezdő 8+1 fős csapat. Itt pedig már az 5. perc eseménye. Lakatos Márk megszerzi a vendégek vezető gólját. Hazai együttes összeállítása Szabó Rihárd a kapuba, további játékosok Németh, Frederik, Rinaldo, Bacsó Pasik, Glück Péter, Kalkó Péter, Galsztár Péter, Kós Bálint, Mészás Imre Péter, Jakab Dániel, Németh Adrián és Németh László kezdő 8+1 fős csapat volt a pályán, tartalék játékos volt Nemes Dávid. A csapat edzője Jankovics László, a vendég együttes kispadján Mári Attila ült. A két csapat játékosai közül ezen a találkozón, aki legtöbb gólt szerzett, az a bicskei Kós Bálint 13 gól lőtt eddig az ellenfelek kapujába, a Pátkák részéről pedig Lakatos Márk 11 góllal volt eredményes eddig a bajnokságban. És szép beadás érkezik a második hullámban Menyhárt Kornél Levente, és megszerzi csapatának a második gólt, mindez az első játékrész 35. percében történt. 10 perccel a félidő vége előtt, tehát 2-0-ra vezetnek a vendégek. Mint már mondottam, a vendégek eddig 100%-osak a bajnokságban, együttesünk pedig jelenleg a negyedik helyen áll. Kószerzőink voltak Bacsó Patrik 1-1, Glück Péter 1-1, Mészás Imre 1-1, Jakab Dániel 1 gólos, Németh Alex 4 gólos, Máté Szabolcs 2 és Bozrogi Dominik 2, valamint Fekete Zsolt szerzett még egy találatot, természetesen Kós Bálint 13 góllal házi góltját. És itt pedig már ez a 45. perc eseménye. Védőnk nem tudnak felszabadítani, oda kerül a labda Varga Milánhoz, aki jobb belsővel bepasszolja a labdát, a bicskei a kapujába. Ezzel tehát megvan a vendégek harmadik gólja. No kérem, ahogy abba hagyták az első félidőt, úgy folytatják a vendégek, hiszen védőnk csak nézik, hogy adnak be középre, és ott érkezik Lakatos Márk, mindez a második félidő harmadik perce, amikor Lakatos megszerzi a Pátkaiak negyedik gólját. No kérem, teljes káosz a bicskei védelemben, itt tehát már is 4-0 arányban vezetnek a vendég Pátkaiak. Egyébként ezt a mérkőzést simán hozza a vendégegyüttes, így 6 meccsből már 6 győzelemmel rendelkezik, 33-4-es a gólkülönbségük, nekünk pedig ugye leromlott 5 góllal, hiszen a végeredmény 5-0 lesz. Miközben a Pátkaiak támadásait láthatjuk, elmondom, hogy a vendégeknél ki hány gólt lőtt a pályán lévő közül. Bogdán Rihárd 2-t, Tófalvi Ádám 2-t, Lakatos Márk 11-et, Lakatos Martin 5-öt, Németh Zsolt 2 gólos, Varga Milán 1, Menyhár Kornél Levente 4 gólos. Játszott még Németh Zsolt helyett Menyhárt Marcell Zoltán, és Ács Olivér helyett Maráci Vilmos Károly. A rövid összefoglalóból megállapítható, hogy többet támadtak, kezdeményeztek a vendégek. Nem véletlen, hiszen Lakatos Márk jobb oldalról, nehézszögből, kilövő hosszút, igaz rosszul helyezkedett a bicskei kapusa Szabó Rihárd, de fantasztikus nagy gólt szerez Lakatos Márk, és ezzel már ezen a mérkőzésen harmadik találatát érte el a vendégjátékos. Itt egy óriási lehetőség a Pátkaiak előtt, de egy szép csel után végülis a vendégjátékos hazad. Itt egy Kós Bálint töltje a védőt, Gyuri Ében teljesen egyedül, nagy zicser, igen, ez volt talán a mérkőzés legnagyobb helyzete a bicskák részéről. Itt egy újabb kapura lövés, de ez is gyengének bizonyult. Hát igen, ennél nagyobb helyzetet kihagyni, mint amit itt a vendégjátékos kihagyott, elképzelni sem lehet. Lassan összefoglalunk végéhez érünk. A mérkőzés rövid összefoglalójaként elmondhatom, hogy a vendégcsapat teljesen megérdemelten nyert, a gólarányt egy kicsit túlzatnak tartom. A Pátkai csapat egységes csapat benyomását keltette. Lakatos Márk 3 góljával a mérkőzés legjobbja volt.
A bicskelyek erősen tartalékosan álltak föl a megszokott összeállításukhoz képest. A hét fő U14-ben játszó ügyes tehetséges gyermekeink inkább a létszámot gyarapították, mint a színvonalat. Nekik még nagyon erős az U16-osok mezőnyében játszani, de előbb vagy utóbb bízunk abban, hogy ők is főszereplői lehetnek a későbbiekben az U16-os bicskely csapatnak.